A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép jó estét kívánok, köszöntöm kulturális magazinunk a Paletta nézőit április 9-én, kedden 17 óra 20 perckor. Mai adásunkban először egy interjút láthatnak Szikora Jánossal, a Vörösmarty Színház igazgatójával, a Teátrum utolsó általa vezetett évadáról, majd ellátogatunk a Budai úti Református Egyházközség húsvéti koncertjére. Tartsanak velünk! A következő évad végén véget ér Szikora János, a Vörösmarty Színház igazgatójának vezetői ciklusa. Addig azonban gőzerővel készülnek az idei évre, és jó hír, hogy a társulatból senki nem jelezte távozási szándékát. Nagy tisztelettel köszöntöm Szikora János, a Vörösmarty Színház igazgatóját. Március 16-át írtunk, amikor legnagyobb örömünkre, én azt gondolom, a színházrajongók legnagyobb örömére bemutatásra került a Kőszívű ember fiai című előadás Szikora János rendezésében. Nos, én azt mondom, hogy ez egy kultregény, és kulcsregény volt Jókai Mortollából, és ez nem különben vonatkozik a színházi előadásra is. Én az előzményekre vagyok kíváncsi, hiszen gyermekkorától egészen a felnőtt korig mondhatjuk, hogy mindenki valamilyen adaptációt olvasott vagy látott a televízióban a Kőszívű ember fiairól, és viszont egy színházi előadás olyan mélységet kell, hogy megmutasson két felvonásban, ami különleges előkészületeket igényel, és nagyon sok gondoskodó gondolatot. Honnét jött? Ez érdekes a kérdés felvezetése, mert egy szójátékra ad alapot. Kulcsregényt említettél, de én használtam, kicsit félre is hallottam, hogy most kulcsregényt mondtál, vagy kultregényt. De kulcsregényt említettél, viszont nyugodtan említhettél volna kultregényt is, mert ez egy kultuszregény volt, egy igazi kultregény volt, de ma már nem az. Ma nem kultregény, ma, sőt már nem is kötelező olvasmány, csak ajánlott olvasmány, mert nagyon sok fiatal olvasónak beletörik a bicskája, hogy végigolvassa ezt a regényt. Nagy kár érte. Nagy kár érte, mert a Kőszívű ember fiaiból nagyon sok mindent meg lehet érteni. 1848-ról meg lehet érteni Magyarországról, a Magyarország viszonyairól, és Jókainál élvezetesebben történelmet tanulni és tanítani én nem nagyon ismerek. Tulajdonképpen a Kőszívű ember fiainak ilyen szempontból testvére az egy magyar Nábob is, tehát hogy gyakorlatilag az a 19. századi Magyarország a maga összetettségével és ellentmondásaival egy végtelenül izgalmas korszak, és ezt az izgalmas korszakot egy igazi romantikus íróhoz méltó módon Jókai nagyon élvezetesen tudja tálalni. Az kétségtelen, hogy a mondatfűzése nem a mi fülünkhöz szokott. Nyelvhasználatában számos olyan idegen kifejezést használ köznyelvi fordulatként, amit mi már nem használunk a köznyelvünkben, és éppen ezért idegen testként szerepelnek a szöveganyagban, és el tudom képzelni, hogy egy fiatal olvasó számára ez egy fárasztó. Nagy kár érte, mert ha túl lendíti magát ezeken a problémákon, akkor egy páratlan olvasmányélménnyel gazdagodhatna. Nagyon fontos kérdés, hogy ebből a páratlan olvasmányérzésből mit kaphat meg a színházrajongó, hiszen nagyon is jól tudjuk, hogy a színházi dramaturgia rendkívüli kihívás egy ilyen nagy léptékű regényből.
megvan az előnyünk és megvan a hátrányunk. Előnyünk a tömörítés, tehát fókuszálni tudunk azokra a tömör mozzanatokra, azokra a drámai mozzanatokra, amelyek a színpadon nagyon erősek, nagyon egyértelműek. Nem kell különösebben vájtfülűnek lenni, vagy különösebb iskolázottsággal rendelkezni ahhoz, hogy ezeket a jeleneteket az ember megértse és élvezze. Ugyanakkor meg hát korlátozottak is a lehetőségeink, mert hogy például, hogy messzebb ne menjek, azt a fantasztikus epizódját a regénynek, a farkas kalandot, amikor a kőszívű ember fiai közül a legidősebb ödön jön haza apja temetésére, és az orosz sztyeppén üldözőbe veszi a szánukat egy farkas csorda, és hogy ez az élet-halál harc, ez az élet-halál küzdelem hogyan zajlik hosszú órákon keresztül, a regényen pedig hosszú oldalakon keresztül. Ez egy páratlanul izgalmas, lebilincselő epizódja a kőszívű ember fiainak. Hát igen, ilyenkor az ember sajnálja, hogy nem filmrendező, hanem színházrendező, mert ugye a Várkonyi filmben azért ez benne volt, és azért ez a film egyik legemlékezetesebb jelenete. Ezt én nem tudom, meg sem kísérelem ezt a színpadon felidézni, és fájó szívvel színházrendezőként le kell, hogy mondjak róla. Míg ugyanakkor másik oldalról nagy örömmel emelek be a színházi előadásba például olyan figurákat, Tallérosi Zebulonra gondolok, a magyar kisnemest karakterére, akit Krisztik Csaba ábrázol kitűnően. Ebben az az érdekes, hogy a regényben például van egy olyan fejezet, ami egyáltalán teljesen hiányzik a filmből, maga a Tallérosi Zebulon figura is hiányzik a filmből. Most ebben a jelenetben, ezt végigolvasván, amikor leültünk a dramatizáló Selmeci Beával, hogy akkor mit tudunk kezdeni ezzel a fejezettel, és mondtam, hogy ennek azért kellene valamiképpen benne lenni, mert ezt végigolvastam, végignevettem, miközben olvastam, és ez egy igazi burleszk. Tehát Jókai egy korai burleszket ábrázol a legsötétebb tragikus jelenetek közben. És ettől is olyan igazán színes és érdekes olvasmány, hogy vannak benne drámai, megrázó jelenetek, vannak benne érzelmes, romantikus epizódok, és vannak benne végtelenül mulatságos és szellemes részletek. Tehát korán sem véletlen a siker, hiszen azért a mélységeket felváltja az a játékos vonulat, amiről beszéltél. Ugyanakkor egy kicsit menjünk el Csákberénybe. Azért gondolom ezt, mert hogy a történelmi kor, amit már feldolgoztál, az mindenképpen kapcsolódik a regényben, illetve Sobor Antal regényében. Így van. Tehát ugye Csákberény egy kis falu, a 19. század közepén pedig még kisebb volt, és engem meglepett, hogy ezen a picike falun belül mekkora a széthúzás a falu lakosai között, azon egyszerű oknál fogva, hogy a falu egy osztrák család birtoka. Eredetileg persze egy magyar család birtoka volt, a Nádasdyéké, de Nádasdy benne volt a Veselényi felkelésbe, és miután ezt a felkelést vérbe folytották, Nádasdyt fő és jószágvesztésre ítélték. Szegény Nádasdynak sok napig kint is rohadt a teste Bécs főterén, ahol elrettentésül kihelyezték. Jószágai közé, amit elveszített, többek között hozzá tartozott Csákberény is. Nos, így Csákberény, mint birtok, elkerült a Nádasdy családtól, és került a Lamberg család birtokába. És a Lambergék hozták ugye a maguk szervilis
kompániáját, illetve a magyar falu lakosai is közül sokan a család alkalmazásába kerültek, jól fizető, biztos egzisztenciát biztosító állásokba, és bizony ez a réteg nagyon várta már, hogy a Hajnau végre bejöjjön, végre vége legyen a forradalomnak, mert azzal is tisztában voltak, ha a magyar forradalom győz, akkor bizony nekik menniük kellett. És ez a megosztottság, ez a érdekellentéten alapuló szinte világnézeti megosztottság, ez nagyon-nagyon erősen jelen volt ebben a Csák-Berényi történetben, amit Sobor Antal megírt, és bizony ez nem mentes a Kőszívember fiaitól sem. És nekem van egy olyan érzésem, hogy valójában ez azért ilyen vastag, a 600 oldalról beszélünk. A 600 oldalnak alig a fele a Baradlai család története. Az összes többi másról szól. És mi ez a más? És szerintem ez a más az, ami miatt igazán meg akarta írni Jókai ezt a könyvet, és ez ahogy szembesült azzal a korral, ahol ugye robbant az a fajta társadalmi megosztottság, ami ezt az országot jellemezte. Szerintem ő ezzel akart valahogy a lelkében leszámolni, de ugyanakkor sikeres író is volt, szerették volna, hogyha ezt sokan olvassák, ahhoz pedig kellett egy fiktív történet, és ez a fiktív történet a Baradlai család története. Ez a megosztottság most is létezik, én azt gondolom, hogy soha nem volt nagyobb szükség arra, hogy minél többen nézzék meg a Kőszívű ember fiait itt a Vörösmarty Színházban, mint ahogy ugyanezt gondolom, hogy egy teli találat az Atlantis program. Én azt hiszem, hogy büszke lehet minden szervező, és büszke lehet a Vörösmarty Színház, és nem különben azok a fiatal színház szervezők, színházrendezők, akik a különböző általános és középiskolákban rábeszélik a gyerekeket, egyáltalán ha kell rábeszélni őket, hogy mérettessenek meg. Az ideje a Rómeó és Júlia volt az alap. Természetesen a két abszolút profi ezt, mint színházigazgató, nagyon is jól tudja, hiszen számtalan fiatal is szerepel itt a Vörösmarty Színházban, de a két vezető, Ferenci Noémi és Somos Ákos csapata, Teddy, illetve a Fejér Holló Diákszínpad vitte a prímet, de a többiek nem különben. Beszéljünk az Atlantis programról, mert én azt hiszem, hogy azzal, hogy aztán a későbbiekben a Vörösmarty Színházban is bemutatásra kerül a Rómeó és Júlia, a két győztes darabja, az egy komoly lépcső. Amikor 2012-ben elkezdtem a Vörösmarty Színházban egy új színházat építeni, akkor ezt annak a szlogennek a jegyében tettem, vagy kezdtem el, hogy Vörösmarty Színház a közösség színháza. Sokan tették föl ezt a kérdést az elmúlt évek során is, hogy ez mit jelent? És a közösség színháza az én felfogásomban egy olyan színház, ami azon kívül, hogy színházi előadásokat produkál, tele van közösségi eseményekkel. Az Atlantis program is nem egy produkció, nem önmagában egy színházi előadás, hanem egy közösségi esemény. A Atlantis programot nem azért hoztuk létre, hogy csináljunk egy tehetségkutató verseny. Ez nem egy szavaló verseny, nem egy tehetségkutató verseny. Ez egy igazi közösségi esemény, amelyben a diákokban meglévő kreatív erőt egy közösségi élménnyé próbáljuk formálni. Ez az Atlantis program lényege, és amikor évről évre az a 300-400 a programban résztvevő diák lelkesen megtölti a Vörösmarty Színház színpadát, akkor
nagyon jól eső érzéssel nézek rájuk, mert úgy gondolom, hogy azért ez a generáció mégse egy Atlantis, mégse egy elsüllyedt generáció, mégse egy elsüllyedt földrész a jövő színháza számára. És ez talán az Atlantis program legfontosabb lényege. De ugyanakkor, miközben ez a közösségi élmény formálódik, akarva akaratlanul is természetesen évről évre megjelennek kifejezetten erős, tehetséget mutató fiatalok, akikre meg mindig egy kicsit fáj a szívünk, hogy ezek láthatóan, ezek tehetséges előadó művészek, tehát kellene nekik ennél egy kicsit nagyobb teret is adni. És ebből a felbuzdulásból született tavaly az az ígéret, amit az idei Atlantis program valósággá váltott, nevezetesen az Atlantis programból résztvevő legtehetségesebb fiatalok kapjanak egy önálló lehetőséget is, és egy igazi önálló színházi előadást formáljanak a maguk kreatív fantáziái alapján. Így döntött a zsűri tavaly, hogy ezt a lehetőséget adjuk meg, és ugyanez a zsűri most itt fogta ennél az asztalnál a fejét, hogy hát ez nagyon-nagyon szép, amit kitaláltunk, na de annyi tehetség van. Most melyiket helyezzük a másik elé, és valóban a két gimnáziumnál, a Cisztetinnél és a Telekinél nem tudtunk különbséget tenni, és ezért született az a döntés, miért lehetne egy megosztott első helyezet, mégpedig úgy, hogy az egyik csapat az Romeo és Julia első felvonását, a másik csapat pedig a Romeo második felvonását mutatja majd be egy önálló színházi előadás keretén belül, de hagyd tegyem gyorsan rögtön hozzá, hogy ez nem a Romeo és Julia, ahogyan a Shakespeare megírta, ez a mi Romeo és Júliánk. Hiszen ezekben az előadásokban pont az az érdekes, ahogyan a fiatalok ezeket az archetipikus történeteket látják, feldolgozzák, és átszűrve magukon visszaadják a közönségnek. Tehát ez a mi Romeo és Júliánk lesz a 2024-25-ös színházi évadban, vélhetően nagyon sok előadással láthatja majd a fehérvári közönség ezeket az igazán tehetséges diákokat a Pelikán Színházban. Tehát én gratulálok egyébként a gondolathoz, a megvalósításhoz, ez biztos, hogy megerősítést jelent a fiataloknak, hogy nincs kétségem felőle, de ha már szóba került 2024-25, az utolsó színházi évad kezdődik Szikori János igazgatásával. Azt hiszem, hogy ennél nincs szebb búcsú, hiszen 2012-től hozzászokhattunk. Ha az új évadról még nem is tudunk beszélni, de nyilvánvaló, hogy esztendőről esztendőre olyan darabok bukkantak fel, amelyek méltán tartanak igényt a nagy közönség, a színház szeretők képzeletére. Jó lesz az évad? Nehéz ilyenkor megtervezni, mert ez rendkívül felelősség mindig. Amikor megint a kezdetekhez kell visszautalnom, kezdetekre kell visszautalnom, amikor 2002-ben Quintus Corradtól jelképesen átvettem a színház kulcsát, akkor említettem, hogy számomra azt a felelősséget jelenti, hogy a jó gazda gondosságával ügyeljek erre az épületre, ügyeljek erre a társulatra. És ez a jó gazda gondosságának ez a kategórikus imperatívus, ez nem múlt el év, hogy ne lett volna bennem, és ez a felelősségérzés is. És most a jó gazda visszaadja a kulcsot, vagy továbbadja a kulcsot, és betakarít. Tehát ez, ha úgy tetszik, ez a betakarítás évada. Én bízom abban, hogy képességeimhez képest jó gazdája voltam ennek a színháznak, és most én szeretném ezt a termést betakarítani.
azokkal az emberekkel, akikkel végigcsináltam, azokkal az elképzelésekkel, amelyek itt születtek, itt formálódtak, és tulajdonképpen azon elvek mentén, ahogyan minden évben a műsortervünk formálódott. Ezek az elvek nem változtak. Nem változtak a népszerű művek bemutatásának igénye, a klasszikus műnek az újraértelmezése, és nem változott a népszerű, populáris színműveknek a színpadra állítása, mint ahogy a kortárs irodalom is, szinte nem múlt el színházi évad, hogy ne került volna jeles helyre a kortárs irodalom egy-egy alkotása, így lesz ez a jövőben is. Tehát az elvek nem változtak, maguk az elveket megtestesítő színdarab címek változnak, abban a reményben, hogy újdonságot jelentenek majd a nézők számára, illetve kellő motivációt arra, hogy úgy érezzék, hogy na, nekünk jelen kell lennünk ezen az utolsó színházi évadon is. A társulat változása nyilván szintén, hiszen megkezdődtek a szerződtetések, várható, de mégsem. Igen, ez a színházi társulat kis mozgásokkal fejlődött azzá, ami. Ez azt jelenti, hogy minden évben elment egy-két színész, jöttek újak, de picik voltak a mozdulások. És idén senki nem jelezte azt, hogy el szeretne menni, mi pedig éppen ezért nem is szerettünk volna elküldeni senkit. Én magam személy szerint pedig azokkal szerettem volna befejezni ezt a ciklust, akikkel elkezdtem. Folytatódott a 200. születésnapját ünneplő református egyházközség programsorozata a Budai úton. Johann Sebastian Bach örökbecsű János passiójának dallamai csendültek fel a húsvéti ünnepkör keretében. A Budai úti református templomban az Alba Régia Szimfonikus Zenekar 2023-24-es ünnepi hangversenysorozatának záró estjén az európai zene történetének egyik legnagyobb egyházzenei remekműve, Johann Sebastian Bach 1724-ben bemutatott János passiója csendült fel. Most volt virágvasárnap, és most már nagy szerda van, és mai napon a Alba Régia Szimfonikus Zenekar húsvéti koncertje lesz. Az, hogy a mai emberének mit jelent a húsvét, azt nehéz megtudni, mert nem számítom magamat annyira mai embernek. Az a tendencia mindesetre szomorú, hogy hasonlóan a pünköshöz ez a hosszú hétvég is kezd ilyen wellness hétvége lenni. Na de hát nem azoknak, akik templomba járnak és keresik a húsvét vigasztaló és bátorító üzenetét. Ma nagy szerda van, Jézus templom tisztításának az emléknapja, amikor kiűzte, kitisztította a templomból azokat, és amit nem odavaló, és azt mondta, hogy az én atyám ház az imádság háza. Tulajdonképpen ezzel kezdte a szenvedéseit nagy héten, és én azt gondolom, hogy nem csak a húsvét előtti templom takarításban volt mit kitisztítani, nálunk is volt templomtakarítás, hanem az emberek lelkére gondolunk, akkor van mitől megtisztulnunk. Számomra a húsvét ünnep az, hogy amitől meg kell tisztulnom, önvizsgálatot tartva azt nagypénteken oda viszem Jézus keresztje elé, és leteszem, és kérem az ő szabadítását és bűnbocsánatát, és ez az, ami megalapozza a húsvétnak az örömét, a feltámadottal való találkozást, és tulajdonképpen mi minden úrvacsorában reformátusok ezt keressük, ezt éljük át, a föltámadottal való találkozást és az ő bűnbocsánatát. A Krisztus szenvedés történetét megelevenítő oratórium passió a Szentírás a nagypénteki eseményeket elbeszélő textusai mellett kiegészítő szövegeket is tartalmaz, amelyek hol meditatív, hol szenvedélyes reagálásokkal kísérik az egyes stációkat. Két hete a János passiót hallgatom, amely Bach egyik számomra legkedvesebb műve. Nagyon szeretem Bachot, számomra mennyei zene, és most a nagy héten tényleg nagyon vártam ezt a napot, mert olyan
mélységeket és magasságokat érint ez a mű, hogy ráhangol a nagyheti üzenetre, rákészít Jézus megváltó kereszthalálára, hogy aztán felragyogjon a húsvéti üzenet. És egy érdekesség, hogy Bach először, amikor váltott Lipcsébe, a Tamás templom karnagya lett, 1722. március 26-án, tehát majdnem napra pontosan 300 évvel ezelőtt vezényelte, adta elő ezt a művét, aminek aztán a végleges változata 1727-es, 68 tételből álló kórusokkal, áriákkal, és ugye az evangélista vezetésével elmondott gyönyörű passió történet, amely hűen követi János evangélium a 18. és 19. fejezeteit. Úgyhogy nagyon köszönöm a székesfehérvári gyülekezetnek, hogy a 200 éves születésnapjuk évében, 2024-ben ilyen gazdag programokat szervez, mint a János passió, amely hitünkben is erősíteni és érleni fog bennünket. Librettóhoz Bach megrázóan szép zenét komponált, amely az emberi érzelmek hatalmas skáláját felvonultatja a fájdalomtól és a gyásztól, az örök életbe vetett hitben való megnyugvásig, amelyet Pad Zoltán Lisztdíjas karnagy dirigált. A szenvedéstörténetben mélyülünk el egyelőre még, itt a húsvét csodája előtt először végigkísérjük Jézus utolsó útját a keresztre, és a János passió az nagypénteki darab, a bemutató szerint a Máté passiót szokták virágvasárnap játszani, és a János passió egyébként a Nikolai kirche számára készült, tehát nem a Tamás templom számára. Egy sokkal kompaktabb, komplexebb alkotás, mint a Máté passió, inkább szemlélődő és inkább időt ad a belső érzelmeknek, itt pedig a drámai cselekményt láthatjuk. Váltakoznak a kórustételek a szólókkal, a történetet az evangélista végigmeséli. Egy igazán izgalmas utazás, egy igazi keresztút, ahol van idő szemlélődni is, és van idő végigkesérni Jézus utolsó útját. Passió előadásában neves énekművészek, Stefanik Márta, Halmos Eszter, Turnai Viola, Mészáros Péter, Orosz Balázs, Melkovics Zoltán, Cserményi Zsombor, Borka Ákos, Tillai Attila és az Ars Oratória kamarakórus voltak az Alba Régia Szimfonikus Zenekar partnerei. Csodálatos muzsika, és hihetetlen érzelmek, hihetetlen mély érzelmek, és hihetetlen frazírok, és hihetetlen dallamok, és az egész egy olyan ünnep játszani. Imádom az egészet, a Máté passiót is, a Jánost is. Nem tudom jól megfogalmazni. Annyi, hogy egy zenésznek ez mindig egy olyan kiemelt feladat, a János passió és a Máté passió is, ami miatt tulajdonképpen zenésszé lettünk. Ez egy eszencia. Minden benne van. A érzelmek hullámvasútja, és hát persze a szenvedéstörténet egészen fantasztikus mélységekben jutunk le. A hittel élő közönség ismét megtapasztalhatta a János passió csodáját, amely a Jézus történetét minden kegyetlensége és fájdalma ellenére igazán pozitív kicsengéssel mutatja be,
melynek fényes és reményteli zenéje megelőlegezi a feltámadás örömét, üzenete pedig nem változott. A húsvéti csodát nem magyarázni, hanem hinni kell. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.